Fábri Sándor egyszer úgy konferálta őt fel, hogy Magyarországon két showman van, most következik a másik. Ugyanakkor, teszem hozzá már én, mintha egyre kevésbé kedves szerint alakulna ez az úgynevezett showmesteri vagy bohóc szerep. Hajós András van itt. Akkor, amikor mondjuk egy ilyen nyilvános szereplést válasz, ahol nem kell mindenáron poénosnak és viccesnek lenni. Az neked nagy könnyebbség, vagy komoly próbatétel? Nem. Uh egyiket se szeretem igazán, egyik se érdekel. A munkám. A munkámat végzem, és ilyen értelemben nincsenek vele kapcsolatosan komolyabb érzelmeim. Olyan érzelmem van, hogy örülök neki, hogy a munkám olyan, amit, amit a számomra a lehetséges munkák közül, ez még a legjobb. Gyakorlatilag mindegy, hogy a komoly hajós Andrást, vagy mondjuk a vicces hajós Andrást kérik száma, vagy avagy kell hozni? Nem, szívesebben vagyok komoly. A esetek nagy többségében szívesen vagyok komoly. Általában inkább komoly vagyok, és uh, vicces akkor vagyok, amikor kell. Uh, vicces pedig néha akkor vagyok, amikor jó kedvem van. Jó kedvem igazán pedig akkor van, mint mindenkinek, amikor nem dolgozik, hanem jól érzi magát a hobbiát, csinálja a barátaival, van a családjával. Uh, Ilyen szempontból teljesen ugyanolyan, mintha buszvezető lennék. Csak de, én egy olyan buszt vezetek, ahol vicceskedni kell. De nem terhes ez az állandó vicceskedés? Na, annyira nem, ez egy szakma, meg lehet ezt tanulni. E, nyilván nekem jobban megy, mint másoknak, vagy jobban megy nekem ez, mint nekem menne más, e, úgyhogy ez van. De nagyon bebeszélem én azt magamnak, hogy mondjuk 6-7 évvel ezelőtti nyilatkozataidat végignézve sokkal több tűz vagy derű volt benned, mint mondjuk most. Persze, persze. Hát azért 10 éve csinálom lassan, és ö, ö, az ember azt nem mondanám, hogy kiég, mert most is vannak jó pillanataim, de főleg egyébként ebben a karácsonyi időszakban, amikor nagyon sok fellépés van, akkor azért ez fárasztó. Holnap két helyen leszek vicces, szombaton egy harmadik helyen, vasárnap délelőtt egy negyedik helyen, vasárnap este egy ötödik helyen. Ezt én nem így csinálnám, hogyha rajtam múlna. Most nem olyan világ van, hogy az emberen múlik. 6-7 évvel ezelőtt például olyan világ volt még, amikor tudtam azt mondani, hogy oké, okay, köszönöm ezt a négy felkérést péntektől vasárnapig, és akkor én ezt szeretném ezek közül megcsinálni, nagyon jól. És a többit pedig köszönöm, nem csinálom meg. Inkább kevesebb pénzt keresek, de, de inkább pihenek, családommal vagyok, és arra az egyre koncentráló. Ehhez képest hogy van ma? Ehhez képest úgy van ma, hogy mindent el kell vállalni. Tehát a pénz miatt? Elsősorban. A pénz miatt. Elsősorban, és csak is kizárólag a pénz miatt, én ebből élek, ez a munkám, nincsen vagyonom, nincsen félretett pénzem, nem az én hibámból, soha nem is volt erre lehetőségem, soha nem is kerestem annyit, ebben az egészben nincs annyi pénz, ezt a bulvársajtó néhány tévés és a nézők vágyai gerjesztik ezt a nevetséges lufit, mintha ebbe sok pénz volna. Tisztességesen nézve ez egy napszám, amivel egyébként nagyon szépen lehet keresni arányosan, csak azért amennyit az ember keres belőle annyit, el is vesz a másik oldalon idegrendszerbe, fáradtságba, éjszakába, stb. Tehát ez egy teljesen arányos munkára jön ki, de ebben a munkában jelenleg, mint ahogy én nem hiszem, hogy ma az országban van olyan vállalkozó, van olyan kereskedő, van olyan taxis, vagy van olyan bárki, aki megengedhetné magának azt, hogy ma válogat. A heti etes Gázsia a 7 évvel ezelőttinek a harmada miközben az autóm, amit négy és fél éve vettem, akkor emlékszem, 7000ért tankoltam tele, most 22ért. De ez, ne erről beszélgessünk, mert ezt aztán a nézők mindenki tudja. Csak azt szeretném mondani, hogy, hogy és én az a típusú előadó vagyok, aki, aki a valósággal igyekszik dolgozni, és ha ez a valóság, akkor azt gondolom, hogy én nem abban érzem a feladatomat, hogy én valami álomvilágot fessek az embereknek, ami nincs, és abból az álomvilágból meséljek. Én magam nem élek egy álomvilágban. Ha én egy kastélyban élnék, és a vagyonomat ö, rakosgatnám tornyokba, ö, akkor hiteles volna, hogy én rettenetesen jól érzem magam. De ilyen szempontból nem. De ennyi. És akkor ettől az ember, ö, ö, amikor így kell csinálni, amikor egy kicsit keményebb ö, évek vannak, akkor az ember fáradtabb. És akkor nincs feltétlenül az a tűz. Arról nem beszélve, hogy változik a környezet, változik a televíziózás. Én nem hiszem, hogy normális az, hogy valakiben tíz év után nem ugyanaz a tűz van, hanem egy másik tűz van. Egy csomó dolog iránt van bennem új tűz, és mindennél nagyobb tűz. Ezek egyre inkább ízlésem szerint olyan dolgok, amik nem az emberek, nem a nézők előtt vannak. Egyre kevésbé érdekel a nézők előtt levés, jelenleg ezt nem engedhetem meg magamnak, hogy abba hagyjam. Vagy hogy teljes mértékig csak, hogy mondjam, az én kényemen, kedvemen, hangulatomon múljon, hogy én ezt mikor csinálom. Azt mondod, hogy már egyre kevésbé érdekel. Mi érdekelt benne mondjuk 2003-ba, és mi az, ami most nem érdekel? Exhibicionizmus, megmutatkozási vágy, pénz, siker, fiatalos, fiatal emberes dolgok hülyeskedés, odarakni, megmutatni, megoldást találni az életemre, sok mindent csináltam már előtte, így igazán önmagamnak lenni, jónak lenni valamiben. Jónak lenni valamiben, és ezért visszajelzést kapni, és elismerést, és megélni. Mindenki erre vágyik, szeretne valamiben jó lenni, amit benő közben jól is érzi magát, és ebből szeretné az életét tisztességesen fenntartani. Ennyi. És én ebben megtaláltam, mert nem értek máshoz, vagy nem vagyok ilyen jó másban, sok mindenhez értek, sok mindent csináltam is már, sok mindent csináltam négyes alára, csináltam dolgokat kettesre, hármasra, ötösre is csináltam. Ebben azt éreztem akkoriban, amikor elkezdtem, hogy ezt majd egyszer fogom tudni csillagos ötösre csinálni. Ma már e... nem, gondolod, nem gondolod így? De, ma úgy gondolom, hogy megtanultam csillagos ötösre csinálni. Akkor miért és... gondolod azt, hogy kevésbé érdekel? Mert mindenki? nagyon sokáig csináltam csillagos ötösre e úgy gondolom, hogy ha a körülmények együtt állnak, most is meg tudom csinálni csillagos ötösre, és most mást szeretnék csillagos ötösre csinálni. Már más jobban érdekel. Ha mondjuk most kitennének eléd egy üres papírt, azt csinálhatná, semmilyen szorító körülmény nem rakna rád kötelmet, akkor mit csinálnál szívedszerint? Zenélnél? Írnál? Biztos, hogy nem fogom ezt elárulni nyilvánosan. De a zenélés az természetesen hozzátartozik, a szívszerelem az abba hagyhatatlan, mindig bárhogyan is a zenéhez kanyarodok vissza. A zene azonban, és ezt nem árt mindenkinek tudnia, jelenleg azok részéről, akik a zenével foglalkoznak, egy-két nagyon szerencsés, de akár nevezhetjük így, kiemelkedően tehetséges és szerencsés kivételtől eltekintve, a zene a zenével foglalkozók részéről egy ajándék, egy ajándék a közönségnek, és egy ajándék önmaguknak, hogy ezzel foglalkozhatna. Lehetetlen a zenével pénzt keresni. Ha lehetne, akkor azt csinálnád? Akkor is csináltuk, amikor nem lehetett. Most is csinálom. Most jelent meg a lemezünk. Uh, uh, ez, ez nem kérdés, a zene az olyan mértékig része az életemnek, hogy hogy én azt hiszem is dalokat fogok írni, ha már mozdulni nem tudok, és hangom se lesz, majd a könyökömmel böködök valami hangszert vagy számítógépet. Ezzel nincs hiba. Az írás is érdekel, van is ilyen tervem, van is ilyen feladatom, le is vagyok szerződve egy kiadóval, mert hosszú évek után megtaláltam azt, a, azt az egy, két ötletet, amihez ha fel tudok nőni, akkor tudok olyan könyvet írni, ami nem olyan, amilyet nem akartam írni. Noha a 2000-es évek elején ismerté válásom óta nagyon sokszor kerestek meg kiadók, hogy írjunk ezt, írjunk azt, írjak én bármit. Ezeket rendre visszautasítottam azzal, hogy, hogy én nem szeretnék ilyen ilyen semmiről se szóló könyvet írni, nem szeretnék rossz könyvet írni, és most is úgy fogok könyvet írni, egy olyan feladatot találtam magamnak, ami nagyon-nagyon ami nehéz, nagyon-nagyon nehéz, nagyon, -nagyon, nagyon, -nagyon megél, nagyon magasra raktam magamnak a lécet, egyáltalán biztos, hogy sikerülni fog megugrani. Jelenleg úszom vele, és kínlódok. Lehet róla tudni bármit is? Tehát ami mondjuk nem. a nyilvánosságra tartozik? Nem szeretném Nem akarok, semmit. mert, mert ebben nagyon komolyan benne van annak a lehetőség, hogy nem fog sikerülni. Én általában akkor szoktam produkcióimmal az emberek elé lépni, ha én azt érzem, hogy szerintem ebbe beletett. Tehát szerintem ez elér egy szintet. És nagyon-nagyon sokszor van, ezt nyilván a nyilvánosság nem látja, nagyon sokszor van, hogy én, én visszahúzom a gyeplőt, és azt mondom, hogy szerintem ez nem elég jó, és ezt ne csináljuk. Ezt inkább ne jelenjen meg, ezt hagyjuk, erről szálljunk le, álljunk le, várjunk. Nem, nem érdemes rohanni. Én nem hiszem, hogyha az elmúlt évben, minden évben kiadtam volna egy, én lerántom a leplet, elárulom, összeszedett, megőrlök attól, hogy az általam egyébként nagyon kedvelt, kedves, fiatal stand gyerekek feltűnnek, A héten és B héten már megjelenik a könyvük, amiben a stand vannak összeszedve. Ez nem szellemi teljesítmény. Ez egész egyszerűen nem szellemi teljesítmény. Az rendben van, ennek van piaca, nem sajnálom tőlük a pénzt, nem sajnálom tőlük a sikert, az emberektől se sajnálom, akik megveszik, én megengedek magamnak annyi nagy képűséget, hogy én egy másik ligában szeretném indítani magamat, még akkor is, hogyha ott én az indulás előtt elbukom, akkor nem fog, tehát én inkább nem fog soha könyvet írni, de szart nem írok. Már olyat, amiről eleve én azt gondolom. Aztán Mi? persze, ha megírtam, nyilván a fele az olvasóknak azt fogja mondani, hogy szart, ez már egy másik kérdés, ez már nem az én dolgom. Neked ki egyébként a kontroll? Én magam az ízlésem, az ízlésem, amit, amit tanultam, és az ízlésem, amiben benne élnek azok az emberek, szülők, tanárok, barátok, művészek, akik által hagyom alakítani az ízlésemet. Tehát például érkezik egy ilyen felkérés, hogy írj erről a témáról könyvet, amiről nem akartál mondani most semmit. Akkor ilyenkor megosztod nem. azt egy fűkör? Nem, én, fűk én kör... kerestem meg őket, hogy Bocsánat, ezt szeretném. akkor te kerested meg őket. Ilyenkor. Például... Igen, megosztom van, akinek megmutatom, megírtam az első 30 oldalt egy lendületből, megmutattam ennek, annak hallgatok rájuk. Van, amikor tudom, hogy olyan valakinek mutatom meg, aki ha azt mondja, hogy jó, akkor valószínűleg le kell állni, mert akkor ez rossz. Ilyen értelemben egy kicsit, de egyébként igazából általában hinni szoktam magamnak, ugyanis. Én abban úgy gondolom, hogy nincsen, hogy jó vagy rossz. Kultúra ilyen szempontból, a kultúrának van egy. Van egy olyan -e szengmese, ami, ami tulajdonképpen egy piac, ez egy kommunikáció, ez egy, ez, egy, ez egy kommunikáció egy ország polgárai között. Kellenek emberek, akik írnak könyvet embereknek, amit az, azok az emberek elolvasnak. Ez egy független része ennek az egésznek attól, hogy majd az utókor, meg az érték, meg a művészet, nem hiszem, hogy ezzel eh, foglalkoznom kéne nekem, nem ezzel a célral, ez nem művészet, amit én ebben a könyvben írni akarok. Azért ez is ha jól sikerül, akkor esetleg felkaphatja a fejét valaki, és mondhatja azt, hogy hú, ez amellett, hogy szórakoztató, és ilyen ez még. De nem ez a, dolog, nem ez a célom, nem a zene történelemben, meg nem az irodalom történetben akarom beleírni magamat. És kellenek aluljárós könyvek, és kellenek fantazik, és sok-sok minden kell, és ezt mindenki csinálja, de, de én mert ugye a kérdés az volt, hogy, 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 kinek mutatom meg, meg hogy magamnak hiszek-e. Én nekem van egy elképzelésem, és ez szerintem tök egyszerű. Az ember olyat szeret csinálni, ami neki tetszene, mintha főzünk. Tehát én nekem nem ízlik, akkor egyébként nem szívesen adom a családomnak. És én úgy gondolom, hogy nekem van ízlésem, hiszen megszoktam tudni állapítani dolgokról, amik engem érnek, hogy az nekem tetszik-e vagy nem. És ezért borzasztó egyszerű. Olyat kell csinálnom, ami nekem tetszik. De most itt ez egy nagyon nehéz dologám. Látszólag ez ilyen egyszerű, de az én. az a vád, amivel engem időnként illetnek, amivel te is kezdted, a megkeseredés, a. Miért a, a, nem rajongok. Ma az a divat, és ezt a médiakultúra átvette, és ez szerintem egy ilyen részben keletről divatosan beszűrődő pozitív gondolkodás, részben egyfajta ilyen amerikanizált lendületkultúra, hogy, hogy lássuk meg a jót. Ez nagyon helyes, de az alkotó embernek talán miközben meglátja a jót, akár abban is, amit csinál, talán inkább az a feladata, a tehetségét, én úgy gondolom, a pozícióját, a kitüntetett helyzetét, mint alkotó azért kapja, hogy ő egyel többet gondolkodjon azon, hogy mit ne. És inkább kevesebbet azon, hogy, hogy mit igen. Ezt önkontrollnak, vagy önreflexiónak, vagy én ezt a részt, ezt a munkát nevezem ízlésnek. Hogy az ember harmadszor is elolvassa, és nem úgy olvassa el, hogy én, Andriska, ezt én írtam, és én tudok írni hanem úgy olvassál, hogy oké okay, öreg, nagyon, nagyon ügyes gyerek vagy, csak azt így írják, ez így normális, ezt akartad írni, ez azt jelenti, neked ez nagyon tetszik, de nincs ebbe hiba, újra és újra, újra, Ezt, ez a munkás része a, a dolognak, és akkor ki szokott derülni. Ne? Tehát az ember azért rájön arra, ha nem önszerelemmel nézi a saját produktumait, hanem azzal a célral, és ezt akár odáig is elmerészkednék. Hogy ezt akár lehet alázatnak is nevezni azok iránt, akiknek ezt írja az ember, vagy készíti azt a dalt. És ez még mind független attól, hogy az végül jó lesz, vagy rossz, mert ezt nem mi döntjük el. Én csak arról beszélek, hogy mire az asztalra lerakja az ember, hogy én ezt csináltam, az nem olyan egyszerű ám, hogy jön egy kis újságíró, 250, meg kaptam ilyen ajánlatot. Milyen András, hogy nincs ötleted? Hát akkor szerzünk egy újságírót, 250 ezerért megírja, aztán így, izé, ebben akartam részt venni soha. Egyébként valamennyi tevékenységedre ez jellemző, tehát például a televíziós szereplésed, a magánszám, a viaszatos műsor, az azt követő megjelenéseidet is ilyen nagy. Kritikai érzékkel vizsgálta. Igen, és maga... nagyon, nagyon sokszor ki, kitoltam ezzel magam miatt, mert ugyanakkor ez egy nagyon nehéz dolog, mert az a, én ilyen alkat vagyok, engem így neveltek, hogy óvatosan és lassan, és nem mi vagyunk a legjobbak, és e, szerényen, és nem tudom mi. Ez egy kicsit ellentmond annak a szerepkörnek, amit a színpadon az embernek be kell tölteni. A színpad az egy exhibicionista e, hely, az arról szól, hogy hello, itt vagyok, és én jó vagyok, és rá, energia. E, engem, mindig, engem mindig jobban érdekelt az az energia, e, hogy hogy ne az legyen, hogy én fönt vagyok a színpadon, lent vannak emberek, és én, aki csodálatos vagyok, én lehozok nekik valamit, és azt így odadom. Ezt, ezt én ebben nem hiszek. Én abba hiszek, hogy ott vagyunk egymás mellett, és én azt mondom nekik, hogy figyeljetek, nektek más a munkátok, ti nektek egy órátok van arra, amivel én az egész életemet töltöm, hogy ezt a fönti dolgot birizgálom, gyertek álljatok mellé, megmutatom nektek, hogy amíg ti buszt vezettetek, gyereket tanítottatok, embergyógyítottatok, gyógyítottatok, addig én mire jöttem rá, hova jutottam, ne engem csodáljatok, hanem azt csodáljátok, ha találtam valamit. Mert nekem ez a munkám. Mert ti ezért fizetnek engem, hogy én egész héten ezt csináljam. Hogy furkáljak, bányásszak, rájöjjek, csavarjak, mondatokat, szövegeket, dalokat, vicceket, izéket. Engem ez érdekel. Ehhez egy kicsit ez nem olyan versenyképes. Sokkal versenyképesebb a, a, a szex. Az itt vagyok. Hello. Ezt az energiát könnyebb venni, mert letaglózóbb, de agresszívan. Nehezebben eladható az az energia, ami halk és csendes, és nem azzal kezdődik, hogy itt vagyok. Egyébként soha nem kaptad magad azon, akár csak a kezdeti televíziós sikerek idején, hogy mondjuk egy picit fejedbe szállt volna a dicsőség? Dehogy nem, dehogy nem. Nagyon sok hibát követtem el, nagyon sok hibát követtem el. Ezért mondtam az előbb azt, hogy, hogy megtanultam csillagos ötösre csinálni. Nekem ez a csillagos ötös. Ez, amit most elmondtam, hogy én hogy szeretném csinálni, ez sokszor már sikerül. Nekem ez a csillagos ötös. Nem az, hogy én a melyik táblázaton hol vagyok, hogy a mekkora, meg a kicsoda. Azt is tudtam teljesíteni, amikor az volt a feladat, ebben jobban érzem magam. Arra érvényes tanulságod van most már lassan tíz év elteltével, hogy a magánszám és a vihaszatos műsor miért volt kevésbé sikeres, mint ami mondjuk, vagy amilyen lehetett volna? Akkor is tudtam, hogy miért. Sok kompromisszumot nem kötöttem meg. Nem voltam elég tapasztalt. A lendületem és a... Ez a kérdés, amiről most beszélünk, ez nem volt rendben a fejemben. Nem tudtam szerintem, hogy én... Én bohóc vagyok, vagy akarok valamit mondani. Ezzel együtt egyébként szerintem jó úton jártam, amúgy meg egyébként egyszerű üzleti okai voltak. Egyszer majd, ha, ha megunom, hogy ezt még mindig megkérdezik tőlem, akkor előveszem azt a levelet, ami, mint a TV2 akkori jogi osztályait nekem arról, hogy köteles vagyok folytatni a Magánszám című műsort. Kompromisszumok árán? Nem. Én mondtam fel, én, én mondtam azt, hogy nem folyt, nem ők rúgtak ki. Én mondtam azt, hogy nem csinálom tovább. És ők levelet írtak arról, hogy köteles vagyok folytatni, én meg azt mondtam, hogy nem. Arra, erre uh, kérdeztem, tehát kompromisszumok mellett kellett volna csinálni igen, a le, például olyan kis apró kompromisszumok mellett, hogy annak én voltam a gyártója, uh, alvállalkozók, alakiknek uh, beígért uh, pénzei voltak és szerződései, ők pedig jelezték, hogy mi lenne, hogyha nem én lennék ennek a gyártója, hanem mostantól más lenne a gyártója, és mondjuk a költségvetés ugyanennyi lenne, de a műsort a feléből kéne elkészíteni. Hm? Ugyanakkor én tudok, szerintem te is hallottál erről, az esetről, egy olyan tv 2 fiatalemberről, aki... Hogy fogalmazok, nagyobb rugalmassággal járt el, kapott azóta játékfilmet, játékfilmet is rendezett a csatorna támogatásával, és a csatorna egyik arca. Tehát ő kevésbé volt ennyire kompromisszumképtelen. Én szerintem a Tilláról beszélsz, Igen. akit én nagyon kedvelek, talán barátomnak is tekintetek, és nagyon szeretek is, és teljesen méltányosnak tartom, hogy ott tart, ahol tart. Én is ezt vitattam, uh, csak hogy ő kevésbé. Ő nem volt talán... gyártója a saját műsorának. A propagandában, ami egy kulturális és szponzorált műsor, ő ezt rutinosabban vagy jobban csinálta. Én harcos voltam egy kicsit, nagyon új voltam ebben. Tilla, én 33 évesen kerültem ebbe bele, a Tilla pedig tulajdonképpen kisgyerekkorától kezdve ebben él, és erre készül. Én outsider voltam, és, és nyilván elkövettem néhány hibát. Lehettél volna szerényebb is akár? Úgy érzed? Igen, igen. Én hallottam egy esetet, lehet, hogy nem igaz. A viaszattal, amikor megromlott a viszonyod, állítólag egy békítő tárgyalást eszközöltek egy gyertyafényes vacsorán, ahol a felé nyújtott kvázi jobb kezette, azzal hárítottad el, hogy akkor lesztek ti igazán jóba, hogyha soha többé nem beszélgettek. Igen, ezt mondtam a, a akkori programigazgatónak, aki megkérdezte kedvesen, hogy hogyan tudjuk a kommunikációnkat jobbá tenni, és én azt mondtam, hogy akkor, ha soha többet nem beszélünk, ami igaz volt, igazam volt, soha többet nem beszéltünk, csak engem kirúgtak, nincs is kommunikációs probléma közöttünk. Ugyanis, hogyha valakit egy ember a héten felhív azzal és leül vele szembe és keresztbe rakja a csodálatos lábait és szép szemmel azt mondja hogy András így ahogy van szeretünk gyere hozzánk nem kell semmit változtatni téged akarunk nyilván televíziós törvények szabályok de, de hogy csak add magadat és csináljunk egy műsort erre az ember e, e, rárakja az életét, rárakja a cége életét, köttetik egy 250 millió forintos szerződés, amiből a 250 millió forintból nem én keresek, hanem az egy műsorfolyam. Stáboknak, embereknek, kameramanoknak, világítóknak, embereknek, hangsúlyozom is, emberek mögött álló családoknak. És ezt most azért teszem ezt az áruját, mert most már mindenki tudja, nem csak akik ebben a szakmában dolgoznak, hanem a nézők is tudják, hogy milyen az, amikor nem fizetnek ki minket. Egy hónapja, két hónapja, hat hónapja, amikor kirúgnak minket, elveszi. Tehát, hogy egy 250 millió szerződésben emberek és a mögött álló családoknak az az ígéret hangzik el a részemről, mint producer részéről, hogy gyerekek egy évig dolgozunk, de azért álljál ne 20 ezerért, hanem 15 ért ezt kérem tőled, mert egy évig fogok neked 15. Tehát, hogy elindul valami, majd utána kapok egy levelet, egy 24 pontos listát arról, hogy hogy kell műsort vezetni nekem szerinte, abban hogyan szerepelnek ilyen dolgok, hogy kicsit többet kéne a pornóról beszélni, nem lenne baj, ha esetleg összedulakodnék, akár csak pofoszkodnék is valamelyik vendégemmel. Tehát, hogy én kapok tulajdonképpen egy ilyen Jerry Springer vagy Jerry Springer sót, amivel meg semmi bajom nincs, az egy az. Én meg egy ez vagyok, és nem erre szerződtünk. Akkor is mit csinálják most? Akkor kezdjek el vitatkozni, harcolni? Ma már lehet, hogy megtenném, nem szeretem ezt a vitatkozást, vagy kellek, vagy nem kellek, emögött egyébként nem alázat és szerénység húzódik, ezt is lehet akár ellenszembes is, és nagyképű. Én ebben meg szoktam engedni magamnak azt a nagyképűséget, hogy, hogy én meg fogom oldani máshogy. Mint ahogy meg is oldottam máshogy, lehúztak minket, kidobtak minket, szerződés ugrott, tartozások voltak, lehaknisztam és megadtam a tartozást. Az abban, az abban a e, műsorban szereplő zenekarnak például a tartozásomat úgy haknisztam le, hogy azt mondtam, hogy gyerekek, kössetek bulit, elmegyek és éneklünk, vagy én énekelek, ti játszotok, és a gázsimat tiétek. Meg lehet csinálni. Pedig csődbe vihettem volna a céget, nem. Azóta is az a cégem, az a kft van, és annak a kft nincs tartozása. Annak a kft olyan e-mailje van, hogy, egynek, hogy, hogy, van ember, aki azt írta nekem, hogy, hogy András, köszönöm, hogy kifizettél. Ez ritka manapság. Nekem ez, ez tetszik. Én ezekért, e, nekem ez jobb jobb így. Mint hogyha én lennék a hatalmas csávó, a nem tudom milyen jibbe, a nem tudom én milyen szuper feleséggel, és hagynám magam mögött a kifizetetlen, átvert, csalt izé ügyeket. És még csak azért sem, mert hogy én ezt erkölcsileg lenézem, vagy izé. Egyszerűen nem nekem való, nem ilyen vagyok. Azt miért tartottad olyan fontosnak, hogy te légy saját magad producere? Nem lett volna egyszerűbb. De ez egy már egy óriási működ... hiba volt. Ez egy óriási hiba, hiba volt? volt. Ez egy óriási hiba volt, mert én akkor nem tudtam, mert Alcáder voltam, azt hittem, hogy ez így jó, hogy ez így működik. Nem figyelmeztetett rá senki, hogy, hogy a legnagyobb tűzfészekben nyúlok bele. A legnagyobbba. Megkérdeztem a, azokat a tévés vezetőket mindig, hogy baj az nektek, hogyha én gyártom. E, e, és azt mondták, hogy nem. Nem értem, hogy miért nem beszélnek az emberek. Ha nekem akkor azt mondta volna valaki, hogy figyelj, ne te gyártsad. Te megkapod a gázsidat, de ezt a bulit ezt mi akarjuk intézni. Sem nem voltam hülye gyerek, 33 éves voltam, két gyerekes apa, voltam PR igazgató, voltam már azelőtt a főpolgármesternek a beszédírója, voltam már Amerikában szélsz, de nem vagyok hülye. Hát, ha azt mondja nekem valaki, hogy figyelj, ez a mi bizniszünk, akkor azt mondom, hogy oké. Okay azt mondják nekem, hogy persze, gyárcsad, hát annyira hülyese vagyok, hogy ne próbáljak meg. Csak amikor aztán láttam, hogy itt milyen eszközök vannak, hogy ez egy milyen feudális világ, hogy ez egy milyen kemény világ, lehet, hogy az üzlet mindenhol ilyen kemény, azért a média üzlet a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején szerintem arról kevés tankönyv fog születni, hogy azt így kell csinálni. Vannak ebből ma nagyon gazdag emberek. Na mindegy, de ez, ez, nem változtat azon a hibán, hogy ez például egy hiba volt, hogy ezt én, én ma, ma, azt mondanám, hogy okosabb srác lettem volna, hogyha ezt előre látom. Tehát, hogy nem vágsz bele a producerségbe. Igen, igen. Igaz, hogy azon te buktál nagyon komoly pénzt? Nem akarok a zsebedbe turkálni. Nem számít nagyon komoly pénznek, 15-6 millió forint ebben a szakmában. Nekem személyesen emberileg komoly pénz, de, de a szakmában úgy, úgy azért egy televíziós műsorokhoz képest 15 millió forint nem olyan sok. Nekem sok volt, miután egyébként a, az egész karrierem úgy kezdődött, hogy közel 8-10 milliót egy pályatra kölcsönkértem. Azt se tudtam például, azt se tudtam, hogy az emberek úgy csinálják, hogy, hogy, hogy egy pályatra nem fizetnek próbaadásra ha nem azt mondják egy stábnak, hogy figyelj, gyere el, és hogyha ez majd bejön, akkor kapsz ebbe melót. Én nem tudtam. Én megállapodtam az emberekkel, hiszen nagyon azt hittem, hogy ha dolgozni fog, akkor pénzt kell kapnia, és akkor fog jól dolgozni, hogyha megállapodtunk, és ő úgy örömmel van ott. Nyilván alkudozom vele egy kicsit, de úgy azért azt mondja, hogy na, eljövök majd a csinálni valamit, drótot összerakni, hangosítani, stábot izélni, és akkor még haza is viszek egy kis pénzt. Nem gondolom egyébként azt, hogy, hogy a... érdekes, hogy ezt mindenki ebben a történetben a bukás látja. Ezek a műsorok nem jöttek össze. Én összejöttem. Én itt vagyok. Egy brand vagyok. Ti is elhívtatok, máshol is elhívnak, fellépek, tudok vele így úgy pénzt keresni. Én érdekes módon épp azt látom, hogy nekem, nekem, sikerült. Pont ez, és én úgy látom, hogy ezzel sikerült. Hogy az Árpi, aki kameraman, és ki lett fizetve, és tudja, hogy hogy lett kifizetve, valahányszor bármilyen stába találkozom vele, ő a kollégám, akkor ő, ő nem hiszem, hogy egyébként ilyen ember lenne, tehát ezt most csak a példakedvén mondom, hogy beleszarva rágózik, és, és nem nézi, hogy mi van a képen, de látom rajta, hogy ő velem dolgozik, a kollégám. Nem egy nagy ügy, pár ezer forint, csak a gesztus. És én úgy érzem, hogy engem a szakmában, és én továbbra is igyekszem így dolgozni, ezt, ezt munka, tehát, hogy így dolgozunk. Ezt várjuk el a buszvezetőtől, a taxisofőrtől, az orvostól, a mindenkitől. Én így igyekszem dolgozni, hogy oda teszem magam rendesen. Nem ilyen hablatyos csodák, meg izé nem erről van szó. Tök egyszerű dolgokról van szó. Mindenki elvégzi tisztességesen a munkáját, akkor meg fog születni a csoda. Akkor lesz jó a műsor. Tehát érdekes módon én pont úgy látom, hogy amiktől egyébként üzletileg megbuktam, és nem én vagyok ma, Se Sobert Norbi, se Hajdú Péter, se Fidelikus Sándor, akiket mind-mind egyébként elismerek, tisztelek, némelyiket még kedvelem is, a de nem, ez nem én vagyok. Ennek ellenére pont ezek a dolgoktól érzem azt, hogy én viszont megcsináltam magam. Ha már a brendet említetted, Pozícionáltad te magad akkor, amikor belavágtál a televíziózásba? Vagy ki, és mi akarsz te lenni ebbe a magyar médiában? Nem gondolkoztam én ezen. Az már egy... csak, mint egykori PR szakembert is kérdezem. Nem gondolkoztam ezen, de azt nagyon hamar észrevettem, azt ösztönösen éreztem, hogy mi az, amit kell csinálni, mi az, amit nem kell csinálni. Az, hogy a családomat nem mutogatom a bulvár sajtóba, az, hogy hogy, hogy viselkedem a sajtóval, hogy mire reagálok, mire nem erre, ösztönösen ö, oda tudtam figyelni. Ez nem egy olyan ördöngös dolog egyébként. Hát ö, ezt az ember tulajdonképpen a ma már Ugye nem volt még Facebook, de ma a Facebookon is mindenki csinálja. Hát nyilván azt teszi ki magáról, ami neki fontos, amit ő értéknek tart. Nyilván, amit nem tart értéknek, vagy titok, vagy vigyázni akar rá, vagy szégyel, vagy intim, és az övé, azt nem teszi ki. Ekkor kialakul róla egy kép. Arra kell ügyelni, hogy ez a kép, ha az ember ebből a képből akar megélni, akkor ne kelljen önálló életre, ne váljon egy avatár ami az ember életétől függetlenül mozog. Nálad de... nem várt egy picit az? Tehát, hogy egy kicsit a, a nyilvánosság Mostanában számára. Egy ismert vagy gondolt hajós az nem biztos, hogy fedi a valós. Én azt gondolom, hogy sokkal kevésbé vált, mint kollégáimnak és pályatársaimnak. Ezeket a, a most is, ezen interjú kapcsán is esetleg csalódást okozó megnyilvánulásaimat, mert esetleg valaki azt szeretné látni vagy hallani, hogy mi hogyan készülünk az adventre, és mennyire csoda, hogy én ehelyett arról beszélek, hogy pénz, meg hogy Ezeket én tudatosan csinálom, mert ezzel igyekszem a rólam kialakult képet ott tartani, ahol ez valójában van. Azért a színpad, a tévé az mindenképpen valahol torzít, tehát az nem elvárható, még én nem is akarnám. Én nem egy reality hős vagyok, aki kinyitja a zingét és mutogatja magát. Tehát én nem bánom, hogy nekem van. De az a hajósandás, aki azt hiszem látszik a tévéből, ha valakinek erre van szeme, az nem, abban semmi olyan nincsen, ami bennem nincs, csak egy kicsit kevesebb. Mennyi nyilván a azért mindent nem viszek oda. A személyiségeden egyébként bármit is torzított, vagy rajzolt át a siker, vagy mondjuk a nyilvánosság? Nagyon lehet veszélyes dolog ez. Nagyon veszélyes dolog. Én mindig elmondom egyébként ilyen fiataloknak, akik örjönkbe vágynak a színpadra, meg a, meg a, kamera elé, meg a tehetségkutatóban, meg a... hogy ez egy rendkívül veszélyes üzem. Megeszi, megöli az embert. A siker az egyik legveszélyesebb drog. Elhiszed, hogy jó vagy? mire fölnézel, mire fölnézel, addigra már, addigra már, a szervezetet követeli azt, hogy téged tapsoljanak meg. Mire észreveszed, hogy, hogy mi történik veled, már nem te éled az életedet, hanem, hanem benned valami visz arra, hogy egyszer csak kezded nem azt mondani, amit szeretnél. Nagyon veszélyes, nagyon veszélyes. Te neked kellett valaki, aki a Földön tartson, vagy eligazítson ebbe a koordinátorrendszerbe, amikor mondjuk rád zúdult akkor nem, inkább nekem így spéttel jött. Én most élem egyébként azt a korszakomat, most van megint egy rendrakós korszak az életemben, amikor megpróbálok egy kicsit visszább, visszább venni. Nem tudom, én eléggé nem tudom már, hogy honnan megyek vissza, mert én azt hiszem, hogy nem tartozom az irgalmatlanul nyomuló mindenhol ott levők közé lehet, hogy még nekem is ez, is ez is, sok. Nagyon sokszor felmerül bennem, hogy ezt én egyáltalán akarom-e csinálni. <coughs> Már a nyilvánosság rész, Tehát az a egész magát, körül, a hajcihőt, az, hogy... Nem, hát de anélkül ezt nem lehet csinálni. Tehát aki úgy akar televíziózni, én mindig elvicceltem ezzel, és senki nem vette komolyan, hogy én egy olyan televízió műsorban szeretnék szerepelni, amiben e, jól megcsináltam, amit gondolok, e, megkapom a gázsimat, majd azt nem nézi meg senki. De adásba se kerül. És akkor engem béké hagynak, és mire én onnan kimegyek, de érted? Tehát, hogy... De mi zavar az, hogy megállítanak az utcán, hogy nem, ezeken kérde? a dolgokon túl vagyok meg, mert nem is állítanak meg annyira messze, nem vagyok már annyira érdekes, mint tíz évvel ezelőtt, amikor mondjuk ki voltam plakától meg izé, hát ennek van egy ilyen hullámzása. És abban nagyon jó is tud lenni, amikor egy néni azt mondja, hogy köszönjük maguknak a heti hetes, meg megveregeti a vállamat, hogy én legalább hetente egyszer tudok nevetni. Tehát el tudom mondani ennek a szép adventi részét is, meg el tudom mondani a démoni részét is, hogy jönnek és mondják, és én a gyerekemmel akarok lenni, de ő meg csak mondja, ha érdekes. Ez egy olyan munka, ez a visszajelzés. Ezt azért csináljuk, hogy az embereknek mondunk valamit, belemászunk az otthonukba, az agyukba, ezért cserébe jár az, hogy ők is mondják. Ezzel nincs semmi bajom. Nem, a... a... Nem vagyok benne biztos, hogy ez elég elég komoly dolog nekem. Kicsit szégyelled, hogy lenézed? Igen. Igen. Ennél egy picit többet várok magamtól. Oké, okay, eddig. Csak bennem úgy érzem, hogy több van. És egy picit sok már az a sérülés, hogy amit én jónak gondolok, az mások szerint nem jó, hogy ami szerintem ízléses, az mások szerint elfogyasztott. Hát ér érdekel, hogy mit gondolnak rólad, hogy mondjuk az értelmiség vagy az életési irodalom mit ír rólad? Nézd, hazugság azt csinálni. Van olyan ismerősöm, a nézők is ismerik, nagyon sokat szereplő televíziós személyiség, aki, és ugyanannál az ügynökségnél vagyunk, aki úgy éli az életét, hogy nem tudja, tehát távol tartja magától, nem nézi meg az interneten, nem vesz újságot, tehát kiépített maga körül egy falat, ő úgy éli az életét, hogyha holnap megírják róla, hogy ő anyagyilkos, ő nem tudja ezt a hírt meg. Nem tartom ezt, én értem, hogy így védi magát, és az a tempó egyébként, amit ő diktál, ami lenyűgöző, azt az, az lehet, hogy nem is lehet máshogy bírni. Nekem a személyes egészségem, a személyes részvételem a világban, én nem falak mögött akarok élni. Nevetséges. Ha itt lehetne annyit keresni ezzel, és, és meg mindenki, hogy megint a pénzről beszélek, de azért ez nem hülyeség, amit most mondani fogok. Hát mi nem Robert Redfordok, -ok, meg Robert Denirok, meg, meg, Lady vagyunk. Még a legjobbjaink, a Demi Rózsiaink, a Presszerjeink, a, 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 Mundrucó Kornéjaink, a Cserhalmi Györgyeink, még azok se azok. Hát kis Billy, Hát itt mire játsza az ember, a falat építek magam köré, és majd az ügynököm megy a henteshez palizert venni? Hát ne játsszuk már az agyunkat. E, nincs értelme, én részt akarok venni ebben, a, ebben az életben, én itt akarok élni, én biciklizni akarok az utcán, én menni akarok, én találkozni akarok emberekkel, én el akarok menni egy sörözőbe, ha nincs kedvem, akkor be akarok zárkózni. Ha ez a történet olyan lenne, hogy ezzel lehet, szívnek a felesége, aki angol, egy tündéri csaj, és azzal szokott minket zrikálni, pláne ha iszunk egy cseppet, hogy amilyen produkcióba éppen vagyunk, ahhoz képesti angol, tehát a mi angol megfelelőnknek az éves keresetét elmondja. De nem világszárokról kell itt képzelődni, hanem hogy valaki, akinek van egy ilyen zenekara, meg szokott ilyen tévéműsorba, és Angliába ismerik. És akkor mond egy nevet, és közli, hogy eh, nem tudom, 7 millió font. Azt hiszem, az két milliárd forint az éves bevétel. Két milliárd forint. Könyörgöm, az Eva határt nem léptem át még soha életemben. Szóval akkor mire? Tehát ezért nem éri meg. Ha azért a két milliárd forint ér, amiből én és a gyerekeim és mindenki kész van, azért én, én hajlandó vagyok nektek szanakszon élni egy éven keresztül, és mindenhol fellépni, és turnébuszba menni, és izé, és elviselni, hogy gyógyszerezni kell magamat, és megírja az újság, és villantottam, és kivel szexeltem, de ezért a nagyon tisztességes, pénzért, amit meg lehet keresni, ezért nem. Ezért viszont ember akarok maradni. Említetted, hogy egy picit léhának, vagy kevésnek, vagy kicsit lenézed ezt a, ezt a nyilvánosság ezen részét, és ezt mondjuk, hogy a súlmesterséget. Jól vettem azt észre, hogy ha perspektívikusan elgondolkodol a televíziózásról, és hogy mi szeretnél benne lenni, akkor elsősorban te ma már, ez idő szerint, amolyan közéleti riporter, vagy politikai újságíró szeretnél lenni, vagy e felé tendálnál? Abszolút egyértelmű, és ezt meg is léptem. A Rádió van Bolha Cirkusz címen kettő, kettő és fél keresztül csináltunk egy műsort, amiben, ha valaki hallotta, ha esetleg valaki még nem tudom a neten van-e, vagy meg lehet -e találni, meg az volt. Kérdeztünk, kérdeztünk. Nem véleményt mondtunk, hanem véleményt formáltunk, véleményeket hoztunk. Megszólalt nálunk politikus, megszólalt nálunk közéleti ember, megszólalt nálunk művész. Igyekeztünk olyan műsorokat csinálni, amik ha a napi politikai ügyekről is szólnak, nem úgy szólnak róla, hogy én megkérdezem az egyik párt frakcióvezetét, majd én összevitatkozom vele, és utána mi jót vitatkozunk, én elmondom, hogy ő szerintem miért hülye, legyőzöm, vagy azt hiszem, hogy legyőzöm, ő ezért cserébe nekem hazudik, hazudik, majd ő meggyőzte ezzel az ő hallgató táborát, hogy én vagyok a hülye, én az én hallgató táboromat, hogy ő a hülye, és semmi se történt. Mi azt csináltuk, hogy felfittuk azokat, akit egyébként közöttük azokat, akiket hülyének tartunk, szemétnek, tolvajnak tartunk, és azt mondtuk, hogy mondjál a véleményét. És akkor elmondta a véleményét, föltettünk neki néhány kérdést, és azt mondtuk, hogy köszönjük. Most mondjál más a véleményét. És megpróbáltuk oda hozni a nézők elé, hogy figyelj, nem az a dolgom nekem, hajósandásnak, hogy én megmondjam, hogy mi az igazság, hanem hogy nekem az a dolgom, hogy ide hozzam eléd a véleményeket. Ezt mondja A párt, ezt mondja B párt, ezt mondja a szakértő, ezt mondja az, aki ott dolgozik, ezt mondja a nemzetközi jogász, ezt mondja az izé. És a végén azt mondtuk, hogy emberek, egyébként én vállalom a véleményemet, én, mint műsorvezető hajosandás, a mai műsorból azt raktam össze, hogy szerintem ennek meg ennek van igaza, tehát nem játszottuk ezt a mi középen állunk és izé, állás, állásfoglalás is volt, csak nem ez a vitatkozós, harcos izé. Ezt mennyiben érted értékesebbnek, mint mondjuk Sokkra. a szórakoztató élet, vagy a szórakoztató ipar ezen Sokkal értékesebbnek éltem meg, engem jobban érdekelt. Lehet, hogyha tíz évig ezt csinálnám, akkor izé borzasztó szerencsésnek érzem magam, hogy még olyan szabad vagyok, hogy ezek között válogathatok. Egyre nehezebb, tehát nem úgy válogathatok, hogy turkálok benne, még enyém a döntés, és megint ismételten figyelmeztetek mindenkit, aki nézi, és én magamat is, aki ezt mondom. Ma embereknek nincs munkája. Ma embereknek nemhogy válogatni, hanem ha csak a falujuk köré telepítenek valamilyen munkát, akkor oda mennek és csinálják, amíg lehet. Tehát az, hogy én, bár nehézségek árán, lemondások árán, ezt elengedve, azt elbukva, kevesebb pénzt keresve, de mégiscsak az én kezemben van az, hogy ha még akarom, akkor csinálhatok ilyet vagy olyat, ez egy írtózatosan kény, tehát ez egy nagyon jó dolog. De Te hogy valaki, igen, ezt akartam mondani, hogy még szabad vagyok. Még szabad vagyok, ennek ára van, ezért vállalom a ma estit, a péntek esti kettőt, a szombatit, meg a vasárnapit. Nem elsősorban csak a lakáshitelemért, meg az autórészletért, meg ezekért Kicsit azt hiszem ezért a szabadságért is. Ez a szabadság jó években, jó pillanatokban, szabadságban is megmutatkozik, ráérésben. Most kevésbé, ez hullámzik, nem is kell szerintem 43 évesen olyan baromira ráérni. Volt már egy pár éve, hogy nagyon ráértem egyszer egy nyáron, konkrétan megbolondultam. E konkrétan megbolondultam. Nekem nem áll jó, hogyha nagyon nincs dolgom, és nem vagyok önfegyelmes. Vannak ilyen ismerősem, aki tudja, és leül, és akkor például megírhattam volna azt a könyvet. Nem, én szétfolytam meg. Na, mindegy, hagyjuk. Szóval, hogy szabad, szabadság, igen. Ez, ez szerintem ez egy fontos dolog, és engem ez érdekel. De mi történik? Kicsit a keserűségem, amit nem tudok tagadni, mert azért ezt, hogy szabad vagyok, ezt most nem úgy mondtam, hogy szabad vagyok, hanem úgy mondtam, hogy hú, hát de legalább még szabad vagyok. Van ebbe egy kis ilyen. Mert hogy csinál az ember egy ilyen műsort, szeretik sokan, sokan. Budapest és 60 km-es vonzáskörzete, 20-30 ezer ember, ha hallgatta, körülbelül akkora történet lehetett szerintem, mint egy ilyen zugló tévé. Sok vagy kevés? Hm, gondolkozunk már reálisan? Emberekhez szól. E, Zárójás történet, a Törőcsik Mari mondta nekem, egyetlen egyszer voltam egy közös interjúban vele, nagyon megtisztelő volt, és akkor ő is ezt kérdezte, hogy magának megszűntek azok a műsorai, hogy az, hogy volt az annak idén. És akkor elkezdtem neki mondani a verklit, hogy tudja művésznő, hogy csak 7-800 ezeren nézték, és akkor így elkezdett ordítani, hogy normálisak maguk. 7-800 ezer ember, az kevés. Hát hol élnek? Mi van ezzel? És elmondta nekem, hogy tudja maga, hogy én amikor annak idején fiatal színészként tájolni elmentünk egy busszal, akkor az egyik faluban 80 ember nézte meg a Lír királyt, a másik faluban 90. Hogy én 7-800 ezer emberrel mennyi idő alatt találkoztam? 100 év alatt se. Miről beszélnek maguk? Szóval Oké, okay, de hogy ezt akkor megszünt, megszünteti a tulajdonosa ezt a rádiót, meg benne marad másfél millió forint kifizetetlen gázsi, hogy mindig ez a ezt egy picit unom, ezt egy picit unom, hogy én úgy érzem, hogy ö, igyekszem tudni a helyemet, igyekszem keresni a helyemet, és félreállni, ha az szükséges, és el, elmenni, és csak azt csinálni, ami nekem való, amit én szeretnék, és még az se lehet, mert most nagyon szarvilág van. Ez egy kicsit uncsi néha. Egyébként ez a sokszínűség, mondod, hogy szabad, <höhem> és igyekszel minél több mindennel foglalkozni, ami kielégít, és amiben mondjuk teret kap az alkotói energiád. Ez nem hordozza magában azt a veszélyt, hogy mondjuk minden szakmában egy kicsit kívülállónak tartanak? De, de, ez hordozza. tapasztalat is? Ez hordozza, a... ennek van egyetlen egy ellenszere, az pedig a teljesítmény. Most például életemben először egy két ilyen feladat is megtalált, egyrészt egy műzikelbe kértek tőlem dalszöveget, meg egy színházba, egy darabhoz egy pár dalszöveget. Írtam már dalszöveget, lemezekre is, saját lemezeinkre is, de hát még ilyen alkalmazott színházi környezetben még nem dolgoztam. Outsider vagyok. Ha engedem is, hogy éreztessék, mert kényelmesebb így, mert világos, világos a helyzet, hiszen Jót akarunk csinálni, akkor legyen egy normális környezet. Akkor én elmerem mondani nekik, hogy figyeltek, én még ezt nem csináltam. Azt mondják, tudjuk, hogy nem csináltál ilyet. Hívhattunk volna olyat, aki tudjuk, hogy mit csinál. Valami olyasmit akarunk, amiről azt gondoljuk, hogy te meg fogod tudni csinálni. Ha ez sikerül, ha az ember akár alszáderként lerak valamit, ami jó, viszont az magáért beszél. Én ezt az élményt, én azt, hogy lehet választani, hogy úgy éli valaki az életét, hogy megy előtte a névjegye, meg az imidzse, meg mögötte valami, hogy lehet hatalom alapúan élni. Az is hatalom, hogy valaki a nagy ő, vagy hogy ő annak a cégnek a valakie. Én nagyon szeretem, mert nagyon megnyugtat, hogyha a személyes teljesítményem, ha én egy színpadon jó Siker vagyok. Élmény? Sikerélmény miatt? Nem, hanem, hanem, akkor úgy éreztem, hogy dolgoztam, hogy én csináltam, hogy az tisztességesebb. Nekem nem tudom mitől, erre egyszerűen szükségem van, hogy én azt érezzem, hogy itt én most azért vagyok, ebbe a történetbe azért vagyok, ezt a pénzt. Lehet, hogy ezzel tudom elviselni azt, hogy, hogy nagyon sok lelkismert furdalásom van, hogy én hogy lehetek szabad, amikor mások nem azok. Hogy hogy lehetek tehetséges, valamiben, ha mások nem azok, De nagyon sok lelk, és miért fuldalásom volt már emiatt, és lehet, hogy ezért van rá szükségem, hogyha úgy érzem, hogy jót csináltam, mert nevetnek, mert tetszik a dalom, mert a dalszöveg működik, meg én is hallom, hogy jó, meg a könyv majd tényleg jó lesz, akkor megdolgoztam azért, a, 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 ami lehetek. Melyik minőségedben vagy szerinted a legjobb? Nem szoktam ezzel azért sokat foglalkozni, mert a legjobbság az, az nem egy emberen és az ő teljesítményén múlik csak, hanem a környezeten. Nagyon jó stand tartom magam. Gyanítom, ha vébe elmennék egy faluba, ez viszonylag később derül neki, mint hogy a végtagjaimat macsetével levágják, mert jön egy ember, és egy furcsa nyelven beszél, és hólyagosra van sülve a bőre. De ne ízléstelenkedjünk. Szóval azért ez mindig azon is múlik, hogy mit gondolnak rólam azok, akiknek csinálom azt, amit csinálok. Én azt gondolom, hogy... Nem tudom. Azt hiszem, hogy dalszerzőnek jó vagyok tehát a dalszerzőnek, nem zeneszerzőnek, nem énekesnek, nem zenésznek, hanem dalszerzőnek e, vagyok jó. Azt hiszem, dalszövegírónak is jó vagyok. Még látok bőven fejlődési lehetőséget, és azt hiszem, hogy egy bizonyos kategóriában egy pár éve, és még pár évig most én vagyok a legjobb stand az országban. Tudom, hogy ki az a négy ember, aki egyszerűen az életkora is, majd az eljövő tapasztalat alapján uh, utol fog érni, és majd jobb lesz, mint én. De nem kell, tehát attól nem lesz semmi, mert nem úgy van, hogy akkor engem kiküldenek a hősök terére, és leszúrnak. Majd akkor én megyek oda fellépni, vagy izé, hát ezek ilyen, nem olyan lényeges ez, de ennek ráadásul semmi összefüggése nincs uh, azzal, hogy, hogy az ember mennyi pénzt keres, vagy hova hívják ezek ezek ilyen kamukon múlnak. Rengeteg nálam jobb van sok mindenben, akiknél én foglalkoztatottabb és elismertebb vagyok, csak őrőlük nem tudnak. Egyébként, amikor például Friderikus Sándor azt mondta, szerintem nincs fél éve az egyik internetes portálnak, hogy ilyen elementáris tehetséggel, mint amilyen te vagy, nem találkoztál, és ebbe a showmesterség és a stand-up része is benne volt, hisz egyenesen Hofihoz hasonlított. Akkor ilyenkor te azon túl, hogy jól esik, belepirulsz, vagy tulajdonképpen azt mondod, hogy ez mindig a Sándor. Jól esik, és elszomorodom. E, talán egyetlen egy ember van a magyar humor történetében, akin soha nem tudtam nevetni. Nagyon tisztelem. Rengetegszer megnézem, igyekszek tőle tanulni is. Belőlem nem váltott ki Hoffi soha nevetést. Nem vagyok hofi fenn. Most mit kezdjen akkor az ember egy ilyennel? E, de érted, hogy mit akarsz mondani? Értem, de, de én, én a következőt mondani, mondom. Súlyos a, a, a tehetség az nem úgy van. A tehetség az nem ott van. Nem, nincs, nincs tehetség. E, munka van, e, helyzetek vannak, e, én amit én. E, amit bennem tehetségnek tartanak, én sokkal inkább betegségnek érzem. Ez ilyen beszédkényszer, vagy mire gondolsz? Téldául. Én azt gondolom, hogy az, hogy én egy kicsit visszahúzódó, komplexusos, szemüveges, kövér, nem túl jó sportoló, nem menős rác, mai kifejezéssel élve, hogy a fiatalok is értsék, tehát, hogy én egy lúzerként éltem meg a Életemet 18 éves koromig. Majd erre válaszként egy ilyen nagyvárosi zóróvá változtam, és csajok, orgiák, rendőrségi ügyek, verekedések, nem tudom mi, átestem a ló túloldalára, majd nagy nehezen valahogy megtaláltam egyfajta középutat. De mindesetre, hogy nekem a beszéd egy, egy ilyen nyilvánvaló kifejezési forma lett ennyire, ez, ezt én sokkal inkább hogy mondjam, tünetnek tekintem, mint tehetségnek. Az egy más kérdés. És az még, akkor most jön a következő szint, abba kell hagyni, vagy néha oda nézel, hogy. Néha mutatják nekem az időt. De az idő, nincs idő még olyan ja, sürgető. Hogy, hogy ki a tehetséges, Ronaldinho tehetséges, vagy van nála tehetségesebb, csak Ronaldinho, amellett, hogy valamennyire tehetséges, egyébként úgy nőtt fel, hogy homokba szaladt hat éves korától, ezért aztán megta. Nem érdemes ezt kutatni. Az érdekes szerintem, hogy 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 ki mire ha, próbálja használni azt, amilyen van. Lehetnek csodálatos tehetségű emberek, akik nem akar. Az nem egy te, Tehát, mint egy modellnél. Van egy szép nő, aki szépnek születik. Azt nem azért csodáljuk. Azért, hogy valaki szépnek születik, nem azt a nőt kell csodálni a teremtést kell csodálni azért, hogy ez a nő szépnek született, vagy a szerencsénket, hogy a mi feleségünk, vagy a csajunk, vagy a lányunk. Ugyanez vonatkozik a te mondjuk, hogy verbális képességeidre? Is? Igen. Azt, azt a csak könnyebb nem magamról beszélni, hanem arról a modellcsajról. Meg talán nézettségben is jobb lesz. Majd itt vágatok be egy ilyen modellcsajt. Persze. Hogy, hogy azt a modellcsajt én akkor tudom elkezdeni tisztelni, hogyha ahhoz, amilyen van, ő felnő, és elkezdi valamire használni. Az nem tehetség, az már munka az a munka, hogy ő lesz -e valójában egy top modell, elvégezve azt az egyébként valószínűleg iszonyú nehéz munkát. Hogy aztán ő lesz -e utána még valaki, hogy esetleg ő, érted? Ez, az, hogy most ki tud hogy beszélni, ki tud embereket megnevetetni, ez egyébként se tehetség, egyébként ez csak sebesség, amennyit ebben a szempontból van egy empatikus kommunikációs, ezt a mátrixot látom. Cserébe azért, hogy esküszöm neked, hogy A és B pont között néha eltévedek, fogalmam sincs, hogy hol vagyok, nem akarom játszani a nagyművész, meg a és tehetség, meg a zseni, ez mind hülyeség. Egyszerűen az agyam ebbe az irányba fejlődött, mert ezzel foglalkoztam. Tehát nem ez az érdekes, és ez borzasztó rosszul tudja a társadalmunk rettentesen rosszul, és a Sanyinak, a, a, akivel néha én is beszélek, és engem is megszokott dicsérni, meg kitizálni, meg elmondja, Most hogy... Fiderikus Fiderikus Sándor. Hogy, 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 ezek a mondások, ő azt hiszem egyébként részben ez inkább nekem is akart segíteni egy kicsit válságosabb karrierhelyzetben a külvilág, a sajtó, meg az RTL felé. Ő mindig nyomott engem, hogy hogy legyen ilyen műsorom, olyan műsorom, hogy ő még producere is lenne, egy picit ennek is szól, de hogy, hogy ez nem, nem, ez a lényeg, ez, ez a félreértése a dolognak, nem a tehetséget kell. Én, én tulajdonképpen nem tehetségkutató versenyt szeretnék rendezni, hanem munkakutató Nekem az a verseny tetszene, hogy álljál föl 16 évesen, énekeld el az Adélétől a Rolling in Deep-et, megtapsolunk, oké, okay, és figyelj ide, gyere vissza 20 év múlva. Tehetségesnek könnyű lenni. 20 év múlva gyere vissza. Szűjél, nevelj föl gyerekeket, nézd meg, ahogy meghal az apád, nézd meg, ahogy a lakáshiteled négyszer akkora lesz, és gyere vissza 20 év múlva, és 20 év múlva énekelj valamit. Na, az érdekes. Nagyon röviden, szerinted azzal a tehetséggel, amit te kaptál ilyen-olyan területen, jól élsz? Nem anyagilag természetesen, élsz -e azokkal a lehetőségekkel? Még, még nem zártam be véglegesen semmilyen ajtót. Követtem el hibákat, döltem hátra talán egy kicsit keleténél hosszabb ideig, de még nincs baj. Tehát még nem érzem azt, hogy bármi elúszott volna előttem, és előlem. A, és a mondjuk 30-35 év múlva, amikor majd nagypapa leszel, és ott lesznek körülötted az unokáid, akkor szerinted mit fogsz nekik először megmutatni mindenek előtt a te életművedből? Emírólez A száz emiru, Igen? Emirul ez lemeszt. Csak az számít. Köszönöm, hogy itt voltál. Jó Köszönöm a meghívást.